Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! A Microsoft konferencia végre lezajlott az E3-on. Hát azt kell, mondjam, ezek most nem sporoltak semmivel, nem mint az ilyen kicsi mini színpont szépen visszafogottan, hanem ezek aztán mindent bevetettek. Volt ott fény, só, kocsi, minden, minden volt, zongorista, anyám kínja, tehát így uh, nem semmi előadás rendeztek, azt meg kell hagyni, és természetesen bemutatták az új konzolt, mert miért nem mutatták volna. Ugye, ami Xbox, Xbox Scorpio uh, nickname-re vagy kódnévre hallgatott, az kiderült, hogy Xbox One X lesz. És lezárunk egy-két dolgot gyorsan ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy manapság gamernek lenni jó dolog főleg úgy, hogy, hogy elég nagy a verseny, most már mondjuk a, a Sony és a Microsoft között, hogy a PS4 vagy az Xbox legyen a erő, és ugye á, összerakták az elméletek legerősebb konzolt eddig, és ez lesz az Xbox 1. Tehát azt kell mondjam, hogy leírva azokat a rövid adatokat, ami benne lesz ebbe az Xboxba, ez tényleg erősnek tűnik, mert annyira, hogy még vízütést kellett hozzáadni. Ami nagyon-nagyon jó dolog lesz, az, az ára, de őszinte leszek veletek, 500 dollár lesz az ára, csak azt kell tehát ez egy csak 500 dollár, ezért az 500 dollárért valódi 4K felbontást kapsz, tehát nem egy felskálázott felbontású 4 k hanem valódi 4 k kapsz 60 FPS-ben. Azt kell mondjam, hogy ez, ez teljesen tökre elfogadható ár ahhoz képest, hogy ez egy Xbox lesz. Szóval azt hiszem, hogy jó világ vár a, a konzolosokra, már mint az Xbox One, uh, Xbox One x et illetően. És, ami még tovább tolták az egész dolgokat, minden játék, minden játék um, kompatibilis lesz. Tehát visszamenőleg minden játékoddal játszhatsz az Xbox One X-en is. És ez egy nagyon-nagyon jó lépés, azt hiszem. Tehát most, hogy konkrétan uh, ki van mindenféle Xbox, mindenféle PS4, mindenféle lószer, az, hogy uh, visszamenőleg is uh, egy gyártó biztosítja azt, hogy játszatsz a játékokkal, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Sőt, ezt még mind megfejelték azzal, hogy a régi Xbox játékok, uh, Xbox One játékok, uh, konkrétan um, a. Rendering Resolution, hogy mondják, ezt mondjuk, tehát gyakorlatilag a felbontást ö, megduplázza, tehát magyarul jól nézzenek ki azok is 4K-ban konkrétan, tehát ö, elég szépen, ö, elég valami, valami jót alkottak, azt hiszem ez most így, de majd meglátjuk a későbbi valódi értékeléseket, stb., de Uh, Egyelőre úgy néz ki, hogy tényleg jó világ vár a konzolosokra ebből a szempontból. Nos, játékok terén rá is térnék gyorsan. Uh, azt hiszem, hogy végig meg inkább meg kurva sok játékot mutattak be. Fele Xbox exkluzív lesz, és fele nem lesz. Uh, Xbox exkluzív, és uh, kicsit végig még mindezek, amiket én érdekesnek találtam és beszélgetünk róluk egy kicsit. Nos, az első és az egyik olyan játék, is szeretném megemlíteni, az a Metro Exodus, és azért is ezt, tehát így felbontjuk, ami kijön PC-re is, azokról fogunk első sorban beszélni, szóval a Metro Exodus kijön, hát azt kell mondjam, nagy fanja vagyok a Metro játékoknak, az 1 es kijátszottam, nagyon-nagyon-nagyon tetszettek, és hát a trailer alapján, amit bemutattak a itt most ezen a konferencián nagyon jól fog kinézni, és nagyon fogja hozni az előzőeknek a hangulatát. Egy érdekes dolgot észrevettem a trailernél, hogy a gázmaszkot levette, amikor kiment a szabadba, ugye? Hát valami változott a Metro világámra, azt kell hogy mondjam, de szörnyek mindig ott vannak, szerintem meg lesz a horrorisztikus feelingje, meg lesz az adrenalin benne, az első két játék is ebből a szempontból fantasztikus volt, úgyhogy sokan semmit nem mutattak, de nagyon-nagyon ráhájpoltak legalábbis engem a hangulatra. A következő játék, amiről érdemes szót ejteni, Assassin's Creed Origin. Egyiptomba kalazolnak el minket, ami, amit észrevettem változás rövid gameplay alatt, lesz benne sokkal több, illetve sok RPG elem eh, pontokat kap, skill pontokat fejleszthetsz, összeállíthatod magadnak a karakteredet, milyen fegyvereket, milyen összeállításba és a többi. Amit észrevettem egy nagyon-nagyon rövid eh, pillanat alatt a gameplaybe, az az volt, hogy a lootolás konkrétan gyorsabb lehet. Tehát azt látod, hogy á, átment a holtes amit... Um, Megéri csak épp, hogy megérintett, és már ki is volt lútólva. Ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ha valami tudod zavarni engem abban, hogy megakadjon a játék folyamata az, hogy ilyen lassan ment a lútólás, vagy a holtestnek a kifosztása, mind, mind lassan, mert ez így azért kicsit a játék folyamatot megakasztotta, de ha minden igaz, ez most itt egészen gyors lesz, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Szépnek és jónak néz ki az egész dolog. Egy, egy valamit nem értek, hogy miért nem csinálnak már meg végre, és azt hiszem a világ nagyon-nagyon jól fogadná, az pedig az, hogy miért nem viszik ezt az Assassin's creed teljesen egy ilyen szamurájos korszak felé, azt hiszem mindenki nagyon tudná élvezni azt a játékot reméljük egyszer, egyszer megkapjuk ugye volt egy ilyen kis mini játék ilyen súnyiba kijött mini játék ahol azt a azt a korszakot dolgozta föl egy kicsit de nem mondhatnék teljes Assassin's Creed játéknak, még mindig megnéznék tényleg egy ilyen szamurái környezetben Japánban játszódó Assassin's Creed-et tudnám, tudnám értékelni egy érdekes játék jön, szintén Vintízre is, re is hát Windowsra az lesz a nem, hogy Sea of Thieves, um, hát rablók tengere. Néztem a gameplay róla, azt hiszem ez az a kategória lesz, ami már nem az én korosztályomnak való, de minden bizonyal érdekes. Tehát egy ilyen kis kóp multiplayer valami lesz, azt kell mondjam. És majd uh, a Sea of thieves el kapcsolatban majd visszatérünk um, a dolgokra. Uh, és ezután ez, ez, ez megemlíték egy másik játékot, ami egy Ashen névre uh, hallgat. Sok minden nem derült ki róla, de szeretném megemlíteni. Ez is fog jönni Windowsra, ezt is szeretném megemlíteni. Uh, csak egy pillanatra. És bemutattak egy egész jó mennyiségű Shadow of Mordor gameplay ami azt kell, hogy mondjam, hogy hozza az előző hangulatát némi újításokkal, de összességében van egy olyan érzésem, hogy ugyanazt kell csinálni benne, mint az elsőbe, és az első rész számomra egy, egy bizonyos idő után, nagyon, nagyon rövid idő után, hogy őszinte legyek, igen-igen repetatív lett, és hát meglátjuk, hogy hogy fog ez működni. A harcrendszer fantasztikus. Azt nagyon észrevettem, hogy az orkok feltűnően okosak itt az orkok, és feltűnően olyan angol akcentusuk van, hogy azt a kurva. De, de alapvetően úgy néz ki, hogy az, a, a, a kor, a, gyökere a játéknak lesz építse egy csapatot, győz le a rossz és így tovább, és így tovább. Remélem, hogy a, nem lesz annyira repetatív, mint az első rész volt ebből a szempontból, vagy legalább a történet szállal Um, fenntartják az érdeklődés Nos um, volt még egy olyan játék, amit ugye a BioWare titokban fejlesztett ezt mondtam is az IE konferencia, hogy nézzétek a mostani Xboxot, mert lesz az Untamble uh, Gameplay és ú, uh, tényleg bemutattak egy gameplayt, és azt a kurva kategóriának tűnik. Nagyon szép látván, világ nagyon szép környezet, Frostbite Engine által haltott a játék, szóval gyönyörűnek, gyönyörű. És tényleg az egy, egy rövid kis ilyen küldetés láthattunk, mert ugye van egy rucid, belebújsz a ruciba, különböző fegyverekkel van ellátva, négy fős kópra lehet osztani a csapatokat lehet menni kalandozni, lootolni és a többi, tehát ilyen lootolós kalandozós valami lesz és itt, itt jött nekem a kérdés az egészben hogy most az ié megalkott ezt a játékot mert hogy irigyek a Destiny-re mert komolyan mondom a, a, a környezet különleges és nagyon jó és de az, hogy négy főskóp, az, hogy mész, ölsz lootolsz és az, hogy küldetéseket csinálsz ha egy idő után bejelentik a multiplayer-t is, a PvP-t, akkor, akkor tényleg az lesz, hogy az IE megalkotta a saját Destiny-jét. A ruha képességek terén nagyon-nagyon durva volt, nagyon jól nézett ki a harc rendszer. Elég jó, nem tűnt túl. Robben, kicsit olyan Mass Effectes, végül is a BioWare készíti. Tehát a harc rendszer egy kicsit olyan Mass Effectes volt. Tehát mondani azt, hogy a Mass Effect Andromeda harc rendszerét még egy next level sítre emelték. Nagyon szép környezetben, és hát meglátjuk, nagyon kíváncsi, kevés volt, a sztoriról megtudunk majd többet remélek, de nem biztos, hogy ilyen PvP lesz, lehet menni rédezni, tehát egy ilyen, egy ilyen stílusú játék volt, tényleg ilyen destiny hajazó valami. Nagyon tetszett, azt kell mondjam, nagyon szép volt és nagyon tetszett, de, de többet, több, több kell ettől, mert ez még nem jelenti azt, hogy, valami lesz, és ez igaz a legtöbb játékra, amit bemutattak igazából az Xbox 360-on, hogy többet kell látnunk, tehát nem kaptunk semmit, de mégis úgy érted vala valamit, így a Kör körömnyi csipetnyi valamit kaptunk valamiből, de nem tudunk semmiről semmit, hogy milyen lesz. Az Xboxosoknak is van egy-két jó dolog, ami csak Xboxra jelenik meg, illetve egy-két dolog, ami jön Xboxra, mert PC már volt. Például egy ilyen játék, a Player Unknown Battleground feltalál uh, Xboxra is, és lesz egy olyan játék, aminek az a cím, hogy Darwin Project, ami hát nem tudom nekem, tehát ugyanilyen Battle Royale játéknak tűnt, mint a Player Unknown. Uh, tehát arra gondolok, hogy a féle ellensúly lehet majd. State of Decay 2 nagyon ígéretesnek tűnt. Minecraft, uh, muszáj megemlíteni a Minecraft-ot is. Minecraft 4K update-et kap, és cross-platform lesz, tehát mindenhol játszható, tehát nem veszik el a mentésed, és PC-ről, tableten, hát Xboxon keresztül mindenhol játszhatod. Új Dragon Ball, ami már, ahol már 3v3-on is tolhatják, ami szerintem nem egy rossz dolog, és... Uh, um, Black Desert Online ellátogat Xbox One X-re, szóval wow. Ugye a Black Desert azért PC már évek óta sikeresen fut, és azt kell mondjam, Xbox One X-en elég, elég jól néz ki, úgyhogy Uh, azt hiszem, hogy az Xboxosoknak ez egy tök jó dolog, hogy ez lesz, de készíjetek fel rengeteg lootolásra, <laughs> azt kell mondjam. Uh, lesz egy olyan játék, ami felkeltette csak Xboxosoknak, ugye lesz egy ilyen felkeltett az érdeklődésemet, az lesz a címe hogy Code Vein. Uh, kicsit úgy tűnt a játék, tehát minden mutattak és semmi című történet, de teljesen az jött le, hogy Final Fantasy. Tehát először azt is, azt is hittem, tehát hogy Final Fantasy. Szóval valószínűleg egy Final Fantasy koppintású Code of Vein című dolog lesz. Nos, egy kicsit hadd beszéljek még egy érdekes dologról. Ugye említettem a Sea of Thieves-t, az Ashen, ami Windows 10 is egy ilyen nagyon érdekes, ilyen horrorisztikus játék lesz. Um, és rengeteg még ilyen, például a Project Darwin, ami csak Xbox-ra fog jönni. Dragon Ball, az, az mindegy, az nem annyira számít, de egy, egy jó pár olyan játékot já láthattunk, ami... Grafikai szempontból úgy érzem, hogy egy kis programozási visszalépés, mert ilyen rajzfilmes valamist, valamiket csinálnak meg, amik legyünk őszinték, viszonylag könnyű leprogramozni, nem kell törődni külön árnyékokkal, napfényjel, anyám kínnyel, hanem szép vizuális effekteket lehet csinálni rajzfilmes äh, grafikai beállításokkal is. És azt kell, hogy mondjam, hogy um, Egyre, egyre erősebb, tehát nekem, csak nekem tűnt fel, nem tudom, hogy nektek -e, de, is, de egyre ilyen erősebb gépeket kapunk, grafikus kártyákat és lehetőségeket, és a játékok nagyon nagy többsége manapság, um, konkrétan egy ilyen környezet és grafikai világot vesz föl, ami konkrétan nem tudom, egy krumplin is elfut, ami jó dolog persze, mert, hogy, mert hogy fusson a játék sok minden de a, tehát persze, hogy az Xbox 4K-ba elfuthatja 60 FPS-el, amikor nincs mit renderelni annak a szerencsétlen grafikus kártyának, csak egy rajzfévet kell rendelnie, és voilà, Szefini, meg van csinálva a dolog, szóval tök jó, hogy, hogy vannak tök erős gépeink, de akkor úgy érzem, hogy érdemes lenne őket egy kicsit ki is használni, és feljebb húzni még egy szinttel a dolgokat, mert minden játék, amit nagyjából láttam most kijönni, egyik se igazán akarta áttörni a, azt, azt a grafikai határt, azt egy, egy igazi szépséget megcsinálni valahogy. Igyekeznek rámenni a szórakoztatásra, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Kevésbé arra, hogy egy erőműved legyen, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. A probléma az ott van, hogy ö, olyan szintű mennyiségű játék jön már ki egy évben, hogy igazán magasfogú szórakoztatói faktort nagyon kevés játék fog tartalmazni mivel hogy egymásnak valamilyen szintű kopintási, vagy már láttad egy már hasonló játékban. Tehát ebből következik legalábbis nálam, hogy azon kívül, hogy a játékodat maximálisan szórakoztatóra akarod csinálni, de egy extra elem és egy extra fok abban a szórakoztatásban, az pedig a grafikai minőség, illetve igényesség, lenne, hogy, hogy tényleg megpróbálsz valami igazán átütőt adni, és én nálam például a két hasonló játék között, tegyük fel a Destiny vagy az Anthem, mondjuk mind a kettőt valószínűleg kipróbálom, az döntene, hogyha, hogyha mind a kettőt egyformán szórakoztatónak találnám, és szeretném mind a kettőt, mert hogy tök jó, több mint valószínű, hogy az döntene, hogy amelyik szebb, mert hogy szeretem azt az extra vizuális effektet megkapni, és őszintén teszek vele, például az Anthem, a Destiny- ez képes 100%-osan, tehát Frostbite-ról Fro, Frostbite beszélünk. No. Szóval, ezt majd meglátjuk, hogy van jövő, csak úgy érzem, tehát például az Iénen a, a Way Out című játék is, tudom, egy indi, indi fejlesztő, de pénz van mögöttük, szóval igazán, Látszik, hogy minőséget alkottak a játékra, látszik, hogy a sztorira mennek rá, ez fantasztikus, de nem biztos, hogy az embernek van kedve kipróbálni, ha látja az apró kis uh, kockás. Tehát most hamarosan átveszi a, a, az 1080p helyét a 2K, illetve a 4K felbontás monitorról, és hogyha egy játék tényleg nem üti meg azt a szintet, mert hogy látod a, a, a pixeleket konkrétan, és az elmosódást a falon, mert hogy nagy felbontásban játszol, nem feltétlenül, az, az tényleg rombol a hangulatból. Most már nem eh, 1990 van, ahol azt mondtuk, hogy a oh, Call of Duty-ra, hogy oh, já, de jól néz ki, azt a kurva olyan realisztikus. Tényleg olyan szintű dolgokat értünk már el játékokba, értek el a játékokba a fejlesztők, amik és olyan uh, számítógépeink, processzoraink vannak, ugye, amik, amik tényleg maximálisan képesek kihajtani grafikus motorokat, és úgy gondolom, hogy a szórakoztatási faktorhoz, az, az, élmény, az élmény faktorhoz nem csak a történet, a kiváló történet szükséges, hanem az áttörő um, grafikai minőség is, és, és mondhatjátok, hogy nem mindenkinek van erre pénze, meg természetesen ez hogy lenne, de ott van a világ egyik legszebb motorja, ingyenesen elérhető az Unreal Engine, és rengeteg fejlesztő fogott bele játékot fejleszteni, és mindegyiknél azt nézem, hogy, hogy euh, megcsinálják a játékot az Unreal Engine 4-ben, amit tényleg elképesztő gyönyörökre képes, és Um, arányaiban mondva egy krumplin is elfut, mert nem kell hozzá nagy gép, érted, tehát arányaiban mondva egy krumplin is elfut, és, és ne, egyszerűen nem akarják kihajtani azt a motort, hogy hogy tényleg megnézni a szépsége, így aztán a sok indi játék, amiben oly potenciál lenne, azt hiszem valahol elvész a sűjjesztőbe, mert az az extra egy szórakoztató elem, a grafikai minőség nincs meg, és, ez az, és, és hiába jó a történet, de a történetet már hallottunk, tehát Amióta én gamer vagyok, gyerekkorom óta rengeteg game történetet éltem meg, látványvilágot, storyt és a többi. És nem feltétlenül mond újat a történet, élveznék vele játszani, de szeretném azt az extra kis apró dolgot, ami egy gyönyörű látványvilágot tesz le az asztalra. Mit gondoltok erről, srácok? Ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, dobj egy lájkot, like ugorjatok el Facebookra, sok-sok trailert fogok ott így le belinkelni, hogyha kedvetek van nézni, hogy mi van az E3-on, milyen gémek jönnek, és a többi többek között egy-két a IP-t, ahol e, ugye bemutatják az új Wolfenstein-t, ami hmm, ígéretesnek tűnik, de persze megint csak kapunk egy nagy semmit, de hát erről szól az, az E3 nagy hype dolgokról. Nos, hát köszönöm a figyelmet, sziasztok!